hallom, milyen a köhögése. Köhögés, elhúzódó láz. Az elmúlt időszakban a legtöbben ezekkel az influenza-szerű tünetekkel keresték fel a tolnai házi orvost. Dr. Barna Györgyi azt mondja, volt olyan nap, hogy közel 100 beteget vizsgált meg. Decembertől kezdődően, január, február, még a március is, ez nálunk abszolút a csúcs ilyen szempontból. Most óriási a forgalom, és nagyon sok a, inkább azt mondanám, hogy influenza-szerű. Tehát igazából se időnk, se lehetőségünk nincsen arra, hogy vírusvizsgálatokat végezzünk. Tehát az, hogy néhány influenzát kimutattak, az rendben van, ennél nyilván több van, de a tapasztalatom szerint, mintha egy picit változott volna az influenza lefolyása maga. Tehát ezek a klasszikus magaslázas, nagyon-nagyon köhögős, nagyon elesett állapotú betegek, egy picit, mintha nálunk legalábbis, mintha változtak volna. A köhögés az nagyon tipikus, a hosszú elhúzódó köhögés, viszont ezek a nagyon-nagyon magas tartós lázak, ezek nem annyira jellemzőek. Emellett, bár már nem olyan agresszív, még mindig jelen van a COVID. Továbbá a légúti óriássejtes vírus is zajlik, ami alapvetően egy enyhe náthához meghűléshez hasonló megbetegedés. Úgy gondolom elhanyagolható a COVID, inkább ezek az influenza-szerűek. Vannak lázak, de nem tartós lázak. Tehát egy lázkiugrás igazából, és aztán utána szépen szűnik. A köhögés. Az a nagyon tipikus panasz, a köhögés, elhúzódó köhögés, náthák is, ami úgy általában a felső légúti fertőzéseknél szokott lenni. A házi orvos szerint azért olyan magas a betegségek száma, mert amíg mindenki maszkot hordott, kevesebben fertőzöttek meg. Én biztos vagyok benne, hogy ezzel is összefügg, meg abban is biztos vagyok, hogy ezek a fertőzések is sokkal kevesebb, vagy kevésbé terjednének, hogyha hordanánk maszkot, úgyhogy a COVID idején biztos van szerepe. Meg hát ugye abban azt okolják igazából a fertőzések terjedésében, hogy például a gyerekeknél, hogy a COVID miatt izolált volt a csoport, a korcsoport, és hát most meg ki vannak téve a teljes fertőzési skálának. A szakember elmondta, hogy odafigyeléssel talán elkerülhetőek a megbetegedések, javasolja a tömegek kerülését, illetve a maszk használatát. Ezen kívül fontos, hogy sokat legyünk a friss levegőn, és mindenki fokozottan figyeljen oda a C és D vitamin pótlására.